volt egy királynő, aki arra járt, és látta, hogy ugye ott nincsen semmi azon a területen. És hát voltak ilyen szolgaemberek, akiket megkért, hogy építsenek fel oda egy templomot, mert ugye a királynő pont arra járt egy hintóval, és meglátta őket. De ők ezt nem tudták egyedül felépíteni, és Rákóczi ott volt és segített nekik. Talán 3 napjuk volt, hogy felépítsék. Ugye ez nem jöhetett be, szóval nem tudták ezt felépíteni, és ezért hát ugye ott volt Rákóczi, aki segített nekik felépíteni azt a templomot. Tanultatok már Rákócziról sokat? Igazából még csak keveset, de hát megtetszett. Szerintem tök érdekes. Igen, és történelem órán szó esett róla, és pont azután következett a rajzóra, és akkor a rajztanár mondta, hogy erre a rajzpályázatra lehetne rajzolni, és akkor gondoltuk, miért ne. És azért is gondoltam, hogy én Rákóczit így fogom rajzolni, hogy ott a szájába harang, hogy ugye szól az emberekhez, hogy a szabadságot a szívükbe vésse, hogy ők is tegyenek ezért, és harcoljanak érte, és én ezért rajzoltam ezt a rajzot. Szép, mind a kettőtök én nagyon szép. Amit te találtál, ez a történelem könyvetekben volt benne, vagy hol? Amikor ugye mondta a rajztanárunk, hogy Rákócziról rajzoljunk, akkor felhozott a legendát, és ugye mondta, hogy nyugodtan válasszunk közül, amelyik tetszik. Ez egy kicsit így, hát nem tudom, olyan személyesebbnek is tartottam. Nincs itt, ugye? Nincs itt a szöveg nektek. Csak vetem van, de... A második. Nem. Te vagy is. Az első. De fenn kell lennie. Rákóczi és a térkép. Itt ki az? Oda. Nem az. Tehát a neten nincs. Pedig ott találtam meg a rajztanárnak is. Hát akkor való? Szóval ott van. Csak nem tudom, hogy. Figyeljétek csak, ti a könyvtárban el tudnátok kezdeni keresni egy ilyen mondát? Hát szerintem igen. Hogy kezdenétek hozzá? A kezdővetét megnézném, azután megnézném, hogy ezek a könyvek voltak. És úgy kezdenek keresni a könyvet a betűrend szerint. Legendái. Erbetű. Mennyi idő alatt találnátok meg? Remélem egy 1/4 óra. Hát, hogyha ügyes lennék, és szerencsém lenne, akkor 5 perc alatt, hogyha meg nem, akkor egy 1/2 óra alatt. Ez a mi kategóriánk? Igen. A mélység története? Na megvan rá. Azt mondtátok, mondákat keresünk. Tényleg? De hogy nem tudod, hogy mire rajzolt? A nagy ciki. Tudom, csak hát nem emlékszem a történetre. Na, mit találtam? Ez nem az. Ja, az nem az. Ez a 3 testő. Pinocchio, az a nagy varázsló. Mert egy másik kategóriába kérdezik. Ilyen kis infót találtunk róla, amit most Lotti felolvas. A legenda szerint a királynő Bécsből Buda felé tartott, amikor hintója megsüllyedt az ingoványos mosoni talajon, és csak a polgárok segítségével tudott tovább utazni. Mária Terézia ígéretet tett, hogy hálából erre a helyre templomot épített, ha a területet feltöltik és olyan szilárd alapot hoznak létre, amely a templom építését lehetővé teszi. A szorgalmas mosoni polgárok elvégezték a munkát. A királynő ígéretét betartotta, és anyagi támogatásból felépült a templom, amelynek védőszentje Nepomuki Szent János. És akkor mi a legendából, amit te először valahol olvastál, úgy tudjuk, hogy jött Rákóczi Ferenc és segített nekik felépíteni.